Köszöntöm nézőinket, önök a Csongrád Televízió híradóját látják 2015. január 16-án pénteken. Mintegy 100 000 magyar katona esett el 1943. januárjában a Doni frontvonal áttörése során. A tragédiába torkoló hadművelet 72. évfordulója alkalmából országszerte megemlékezéseket szerveztek. Csongrádon a II. Világháborús emlékműnél tartottak koszorúzást. A II. Magyar Hadsereg a Magyar Királyi Honvédség alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel. A katonákat a keleti hadszíntérre küldték harcolni, azonban a nem megfelelő fegyverzet és a felszerelés hiánya megsemmisítő vereséghez vezetett. A mínusz 40 fokos hidegben szinte esélyük sem volt a túlélésre a honvédeknek a szovjet hadsereggel szemben. A Csongrádon megtartott megemlékezésen a város önkormányzata, a politikai pártok, civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények is lerótták kegyeletüket. A résztvevők koszorúkat helyeztek el, mécseseket gyújtottak és néma főhajtással emlékeztek az elesett hősökre. Pontos adatok nincsenek arról, hogy hány magyar katona vesztette életét a Donkanyarban. Egyes források 93.500-ra, más források azonban 148.000-re teszik a magyar áldozatok számát. Az azonban biztos, hogy a magyar hadtörténelem egyik legsúlyosabb vereségeként tekintünk az eseményekre. A Csongrádról származó honvédek örökké a város és az ország emlékezetében élnek. A II. Világháborús emlékműbe vésett nevük azt üzeni az utókor számára, hogy nem hiába hoztak hatalmas áldozatot a hazájukért. Thank you.
A Tarja László Múzeum munkatársai nagyszabású esküvői kiállítást szerveznek a 20. század divatjából. Eddig számos ruhát és kiegészítőt kaptak, de a szervezők szívesen várnak keretezett esküvői fotókat is. A kiállítás várhatóan áprilistól júliusig tekinthető meg a Tarja László Múzeumban. 1964-es. Ilyen és ehhez hasonló esküvői ruhákat gyűjtenek a Tarja László Múzeum munkatársai, melyekből áprilisban rendeznek kiállítást. Vince Klára, a múzeum néprajzkutatója 2013-ban már rendezett egy nagy sikerű esküvői kiállítást a makói József Attila Múzeumban. Akkor és ott jöttünk rá, hogy az emberek mennyire szeretik magukat viszont látni képeken, fotókon, esküvői felvételeken, és előkerültek a ládákból a féltve őrzött esküvői ruhák is. A 20. század esküvői divatját a kutatók három korszakra bontják. Az első korszak az 1945 előtti kor, amikor a kornak romantikus polgári udvarlási szertartásai voltak, és ez tulajdonképpen a 19. század elejétől tart, amikor is az itt látható fekete mennyasszonyi ruhát fölváltotta a fehér, és itt és most jegyezném meg, hogy 1894-ben Magyarországon kötelező lett a polgári házassági anyakönyvezés. A második korszak 1945-től a rendszerváltásig tart, amikor a szocialista erkölccsel összeegyeztethetetlennek tartották a parád és esküvői ruhákat. Itt nagyban leegyszerűsítedett az esküvői divat. Az akkori ruhák, tehát tulajdonképpen a 40-es, 50-es években elég egyszerűnek mondhatóak. Ez a ruha 1965-ben varratódott Csongrádon, Almás Istvánnének a ruhája. A 60-as, 70-es évektől lazult a szocialista erkölcs, megjelentek az esküvői ruhák közt a divatban a miniruhák is, ebben az időben főleg varratták a ruhákat. A 80-as évektől aztán megjelennek az esküvői ruhakölcsönzők, amikor is mindenki szabadon kölcsönözhetett ruhákat. Ez a 90-es évektől egész iparágán nőtte ki magát. A 80-as éveknek a kissé gicses ruháit 90-es években már parád és királynői díszbe pompáztak a ruhák. A harmadik korszak a 20.-21. századnak a fordulója, amikor is a lehetőségeknek csak pénztárcánk szab határt. Itt minden és minden kellék a mennyasszony személyére összpontosul. A mennyasszonynak a parádés ruhája, az esküvői csokrok, a díszek, az autódekoráció, a kellékek mind-mind őróla szólnak. A szervezők még március végéig várják a felajánlásokat, főleg nagyobb, keretezett esküvői fotókat. Eddig 8 darab esküvői ruhánk van, illetve még tudunk 3-ról, amit be fognak hozni. Ez a 20. század második fele, tehát 40-es, 50-es, 60-as évek. A kiállítás majd áprilistól júliusig tekinthető meg. A 2015-16-os tanévben is számos szakmai elképzelés megvalósítására törekszik a Csongrád és térsége általános iskola. Ezek közé tartozik egyebek mellett annak a módszertannak a továbbadása, amellyel hatékonyabban sajátíthatják el a tanulás folyamatát a diákok. Az intézmény februárban valamennyi tagiskolában nyílt napot tart, így a szülők testközelből ismerhetik meg az oktató-nevelő munkát. Testnevelés órát tartanak a Széchenyi István általános iskolában. A gyerekek lelkesen vesznek részt a labdás foglalkozáson. A Csongrád és térsége általános iskola tagintézményeiben összesen 1500 diák tanul. 2013. szeptemberében a beiratkozók létszáma elérte a 150 főt, tavaly azonban némiképp csökkent a jelentkezők száma. Ekkor 137 gyermek ült be először az iskolapadba. Az intézmény a következő tanévben is minden tagiskolában szeretne első osztályt indítani. Több területen próbálnak együttműködni az óvodákkal annak érdekében, hogy az úgynevezett szakmaközi együttműködés még hatékonyabb legyen. Amikor egy-egy program kapcsán megszólítjuk az óvodákat, akkor a szülőket is nagy szeretettel várjuk, de azt gondolom, hogy a szülők esetében maga a konkrét intézményválasztás, az, amikor a választást meg kell tenni, akkor erősödik fel, és akkor érzik azt nagyon fontosnak, hogy gyermekükkel együtt az intézményben megjelenjenek. Több esetben szeretem a szülőkkel a kapcsolatot fenntartani, és azokat a konkrét szülői kéréseket megfogalmazva hallani, ami elsőként a szülők szájából hangzik el,
hogy egy iskolával szemben mi az elvárás. Én is anyaként és pedagógusként is egy picit az anya szemszögéből is próbálom ezeket a helyzeteket megközelíteni. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy egy gyerek úgy menjen iskolába, hogy várja a hétfő reggelt, azt érezze a szülő, hogy a gyerek jó helyen van, harmonikusan fejlődik a személyisége, nincs benne szorongás, ezek a legfontosabbak. Vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy a tanultakból mi az, ami megmarad a gyerekek fejében, és mennyire fontos az érzelmi biztonság. Én azt gondolom, hogy az utóbbi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mert hogyha a gyerek lelke jó helyen van, és harmonikus, és jó kedvel megy iskolába, akkor sokkal könnyebben fogadja be az információkat, sokkal könnyebben fejleszthető. A következő tanévben három fő területen valósítana meg újabb szakmai elképzeléseket az intézmény. Ezek egyike annak a módszertannak az átadása, amellyel hatékonyabbá válhat a tanulás folyamata, azaz a tanulás tanítására helyeznek nagyobb hangsúlyt. Ennek érdekében a tanárok számára belső továbbképzéseket is szerveznek. A diákok ma már egyre többször használják a számítógépet, illetve a tabletet, ezért az informatika területét is kiemelten kezelik. Azt mondjuk ma, hogy X és Z generáció, ami egy picit lefordítva minden szülő pontosan tudja, hogy a gyermeke ma már számítógép nélkül nem nagyon tudja elképzelni sem a hétköznapokat, sem a hétvégét. Éppen ezért egy olyan digitális tudásbázisban gondolkodunk, ami mind a gyerekek, mind a szülők számára hozzáférhető. Ennek a tudásbázisnak a feladatsorait, a gyakorló tesztjeit és egyebeket olyan szinten fogjuk szervezni, illetve folyamatosan bővíteni, ami a gyerekek délutáni felkészülését nagy mértékben elősegíti. A harmadik terület a pedagógus előmeneteli rendszer, amelynek kapcsán nagyon sok kollega elkészítette a portfólióját, bekerült a pedagógus 2 vagy a mesterpedagógus fokozatba. Ez azt is feltételez, illetve azt is szeretnénk, hogy az ott szerzett ismereteket maga minősítő eljárás a felkészülés során szerzett tapasztalatokat adják át a kollégák egymásnak. Van egy pályázatunk, a mentorháló pályázat, ahol nem csak a megyén belül, hanem 3 megye összefogásában a horizontális tanulás, ami ugye annyit jelent, hogy minden olyan belső érték, ami eddig talán egy intézmény falain belül maradt, ezeket az értékeket adják át a kollégák egymásnak. Nagyon sok felé megyünk és mentünk intézménylátogatásra. Van egy érdekes módszer, aminek az alapjait a kollégák egy továbbképzés kapcsán elsajátították. Ez a geomatek továbbképzésünk volt, ahol a táblajátékok, az informatikai eszközök bevonása az oktatásban még inkább előtérbe kerül. Az egyes tagintézmények oktató munkájával hamarosan nyílt napok keretében is megismerkedhetnek a szülők, illetve a leendő iskolások. A Széchenyi István általános iskolában február 16-án és 17-én, a Galli János általános iskolában 12-én és 13-án, a Bokrosi iskolában február 19-én, a Piroskavárosi Általános Iskolában pedig február 10-én és 11-én várják az érdeklődőket. A Felgyői László Gyula Általános Iskolában 17-én és 18-án, a Csanyteleki Szent László Általános Iskolában pedig február első hetében tartanak nyílt napokat. A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola is készül már a beiskolázásra. Ennek az intézménynek speciális helyzete van Csongrádon, hiszen rá nem vonatkoznak a beiskolázási körzethatárok. A város teljes területéről fogadhat diákokat. Megrajzoltuk a szemeit, az órát, a száját, ezt pedig majd ti szépen kaptok színeszeruzát, és kiszínezitek a kedvetek szerint, ahogy elképzelitek a saját kedves hóembereteket. Óvodások ismerkednek az iskolai élettel a katolikus iskolában. Minden évben október-november tájékán elindítunk egy programot az óvodások részére. Nem az óvodákba telepszünk ki, hanem inkább a szülőket, óvodásokat az óvodai rend után várjuk 5:30-6:00 egy úgynevezett csipegetőre. Igen, szó szerint csipegetik az iskolai életet, ismerkednek a leendő tanítónénikkel, ismerkednek az iskola épületével, játékos foglalkozásokon vesznek részt, ebbe belefér a sport, a kézműves foglalkozás, egy kis irodalmi foglalkozás, egy kis idegen nyelvi foglalkozás. Addig a szülőkkel végigmegyünk az iskolán, megmutatjuk, hogy milyen felszereltsége van, bármilyen kérdésre nagyon szívesen válaszolok, amit tudunk, elmondunk, és szeretettel várjuk őket. Itt mennyire lehet érezni, hogy kevesebb a gyerek?
Természetesen, mivel mi sem vagyunk más helyzetben, mint a város többi általános iskolája, abból a helyzetből, szempontból egy picit más, hogy speciális helyzetben vagyunk. Tehát, mint katolikus iskola, színesebb és több programot tudunk nyújtani a gyerekeknek, akár katolikus hitrenevelésből, akár különböző egyházi programokból. Tehát a mi versenyeink, a mi ünnepségeink kibővültek az egyházi ünnepekkel, illetve a katolikus iskolák közötti verseny lehetőségekkel is. Mennyire fogadták már el a szülők azt, hogy a katolikus iskola egy kicsit más, mint a többi általános iskola? Hát úgy érzem, ehhez még hosszú idő kell. Tehát elindultunk kicsi lépésekkel. A városban nem volt még katolikus oktatás és katolikus iskola. Idegen, hosszú idő, évek kellenek ahhoz, amíg teljesen elfogadottá válik ez az oktatási módszer. A magányos hóember. Eltelt december, s vele együtt a karácsonyi ünnepek, mozgalmas időszaka is elcsendesedett. Az erdő fehér, pihe paplanba takarózott, és egész nap alig mozdult valami. Az iskolák már az első osztályban is igyekeznek valami plusz nyújtani a gyerekeknek az egyéni érdeklődési területek, képességek, tehetség alapján. Tehát már első osztály elején elindul egy játékos angol nyelvi szoktató, illetve csoportbontásban kézművesség, meg a sporttagozat. Igaz, hogy tagozat nem létezik, de emelt számú testnevelés órák mellett még heti 3 testnevelés órán tudunk biztosítani a gyerekeknek alapatlétika képzést. Speciális helyzet van itt, azt hiszem abban is, hogy a mindennapos testnevelés nem kifejezetten csak testneveléssel oldják meg. Nem. Amíg az úszodánk működött, addig ugye az úszásoktatás is beleépült a mindennapos testnevelés keretében, illetve heti egy alkalommal szülők és gyerekek választása alapján néptánc, illetve társastánc oktatást is belevettük a mindennapos testnevelésbe. Februárban a katolikus iskolában is lesznek nyílt napok, alkalmazkodva a többi általános iskola bemutatkozó napjaihoz. Tehát ütközés, átfedés nem lesz a rendezvények között, mert itt is azt vallják, egy-egy szülő látogassa végig az iskolákat, ismerkedjen meg a leendő tanítókkal. Hiszen minden szülő a legjobbat szeretné gyerekének, és felelős döntést csak alapos ismeretek birtokában hozhat. Ezzel véget ért híradónk. Észrevételeiket, ötleteiket, véleményüket várjuk a tvkukac.csongrad.hu e-mail címen. Rövid reklám után a Csongrád térségében várható időjárásról hallhatnak, majd programajánlónkat láthatják. Híradóval legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! ...2015-ben is jótékonysági sportbál Csanyteleken a Sportklub szervezésében. Január 24-én 18 órai kezdettel a Csanyteleki tornateremben. A terítéken csanyi malacságok, orjaleves, vaddisznópörköl, töltött káposzta, sertéssültek desszert. A jó hangulatról az Unicum Band és a Gyuszko Sound gondoskodik. Sztár vendégek a Sláger TV támogatásával Bódi Csabi és Monita. Mert megérkezett a Sláger TV hozzád! Jegyek az általános iskola konyháján kaphatók. Bővebb információ a 0630 565 49 28-as telefonszámon. Tartson velünk, legyünk egy csapat január 24-én! Táncolj, gyere, táncolj még. Az időjárás jelentés támogatója a Csabi Cukrászda. Az előrejelzések szerint szombaton felhőségbotra és élénk szélre számíthatunk. Reggel fagypont körül alakul a hőmérséklet, amely napközben 8 fokig melegszik. Vasárnap hideg fronttal eső érkezik, reggel 3 fok, majd napközben 7 fok várható. Hétfőn marad a borult égbolt, néha az eső is elered, 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden sem javul az időjárás, de eső már csak elvétve fordul majd elő. A levegő sem melegszik a hétfői értékek fölé.
Az időjárás jelentést támogatta a Csabi Cukrászda. Január 20-ától a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvények várják a gyerekeket és felnőtteket. A Galli János Általános Iskola diákjai egy mesemusicalt adnak elő. Könyvbemutatót tartanak Csongrád képzőművészetéről, és színpadra lép a Csongrádi Színtársulat.